kívánok, hogy vezessék be, hogy minden ügyfélnek, minden intézésre egy ilyen virágot tudjon. Különleges ügyfél érkezett a tiszaosvári kormányablakba. Virággal és emlékplakettel köszöntötték. A kormányablak 2015. szeptember 1-i megnyitása óta ő az 50 000. Olyan személy, aki valamilyen ügyet érkezett intézni a hivatalba. Nyugdíj ügyben voltam, mert nem sokára meg lesz a 40 évem. Meg voltam elégedve tiszta körülmények között, gyorsan és udvariasan elintézték a dolgomat. A személyigazolvány és lakcímkártya igénylés a legnépszerűbb a tiszavasvári kormányablakban, de számos olyan szolgáltatás is segíti a környéken élő ügyfeleket, amelyekért eddig egy nagyobb központba kellett utazniuk. Nagyon sok olyan ügyet intézünk már el itt Tiszavasváriban, ami miatt korábban Nyíregyházára vagy akár Debrecenbe kellett menni az ügyfeleknek. Itt ami a legfontosabb, és ami az 50 000. Ügyfélnél is volt, a nyugdíjügy, ami, és az egészségbiztosítási, valamint családi pótlék ügyek, amelyekért most már nem kell Nyíregyházára menni, hanem itt helyben el lehet intézni. Már elektronikusan is számos ügy intézhető a kormányablakoknál, azonban a személyes kapcsolattartásra és segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt helyez a megyei kormányhivatal. Ezért az ügyintézők rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, az intézhető ügyek száma pedig folyamatosan bővül a kormányablakokban. Az ügyigazgatás területén a kormányablakoknak a megjelenése egy újfajta minőséget hozott. Azt láthatjuk, hogy az elmúlt éveket végig tekintjük, hogy évről évre nőtt azoknak az ügytípusoknak a száma, amelyeket el lehet intézni a kormányablakokban. Ma ez már meghaladja az 1500-at, és ami emellett nagyon fontos, hogy több olyan ügy is van, aminek az intézése ma már teljes mértékben illetékmentes. Néhány példát is mondhatok, akkor ide tartozik például a személyigazolványnak a megújítása, a lakcímkártyának a megújítása, okmánynak a pótlása, de sok más olyan okmány is van, amely esetében a kormányzat eltörölte azokat a díjakat, amelyek korábban az adófizető zsebéből még újabb pénzeket vett ki. A tapasztalatok azt mutatják, az állampolgárok bizalommal keresik fel a kormányablakokat. A szolgáltatás széles körű elérése és az ügyintézés hatékonyságának a javítása érdekében az év végéig Nyíllugoson, Kemecsén és a Nyíregyházi vasútállomáson nyílik kormányablak.